A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Most, kedves nézőim, talán nem árulok el önöknek nagy titkot azzal, ha azt mondom, hogy a Vox Mirabilis kamarakórus tovább szárnyal ebben az esztendőben is. Ezt nyilván kórus muzsika barátai már megtapasztalhatták. Most viszont egy új programsort fogunk megbeszélni. Vendégem pedig Zemlényi Katica, a kórus karnagya. Tisztelettel köszöntelek. Szervusz. Köszönöm a meghívást. Bizony, mert hogy hát megjött a szeptember, és azt hiszem, hogy az a megannyi felkészülés az meghatározta azt is, hogy nagyon-nagyon sűrű a kórus programja, és erről fogunk beszélgetni, hiszen már Veszprém vendégei voltatok szeptember végén, és hát a nyílnak a kerti virágok, még tudjuk akkoriban, és ezen a Pueri Cantores Chorus Fesztiválon is egy fantasztikus környezetben egy nagyszerű, sikeres koncerteket adtatok. A Pueri Cantores Egyházzenei Fesztivál, ez nagyon fontos számunkra, hiszen mi 10 éve vagyunk velük kapcsolatban, és végre sikerült Magyarországon is ennek a jegyében megszervezni egy kórus találkozót, ahol 17 kórus volt jelen, 600 résztvevővel. Mi az egyik szervezői voltunk, és a Vox Mirabilis Kamarakórus volt az egyik bázis kórusa, amelyik minden helyszínen ott volt és mindenhol segítette, hiszen többnyire ifjúsági kórusokról volt szó. Hihetetlenül sikeres és óriási lelki és zenei élményben volt részünk, hiszen itt vadonat új műveket kellett megtanulni, ennek a Pueri Cantoresnek a magyarországi 2023-as himnuszát, ami egy zeneszerzői verseny volt, és Balatoni Sándor nyerte meg, aki nekünk már egyébként több művet is írt, és be is mutattuk. És nagyon nagy élmény volt segíteni ezeket a fiatalokat, és a fiatal karnagyokat, hogy egy Handel Halleluja gyönyörűségesen, pontosan megszólaltatva, vagy más Mendelssohn műveket elő tudjanak adni. Emellett nekünk nagyon nagy élmény volt az, hogy Udvardi György érsekatya minket kért fel arra, hogy a kattár szentmisén is külön énekeljünk, valamint a záromisén nekem volt szerencsém vezényelni mindezt a 600 főt, úgyhogy nagyon boldog voltam ettől. Ez egy rendkívüli kihívás. Mint ahogy rendkívüli kihívás az a programsorozat is, amit november végéig meg kell, hogy csináljatok. Ezért kérdezem leginkább, mert tudom, hogy ez egy összetartó, remek tehetségekből álló, nagyon komoly csapat a tiéd. De azért mégis miként lehet felkészülni, hiszen mindenkinek van családja, van munkája, és emellett pedig fenn kell tartani azt a magas szintet, amit ti elértetek együtt. És most tehát itt októbertől november végéig fogunk beszélgetni, meg annyi fantasztikus koncertnek lehettek részesei, ehhez viszont fel kell készülni. Így van. A heti egy próbával készülünk fel, de az nagyon komoly, az a heti egy pénteki próbánk. Ott gyakorlatilag megállás nélkül 2 órát folyamatosan próbálunk és énekelünk. De nekem nagyon nagy segítségek a szólamvezetőim, akik kezükbe veszik külön a szopránt, külön az altot, a tenort, a basszust, és segítenek kijavítani. De ha kell, összejönnek maguktól is. De igazából, amikor egy ilyen Pueri Cantoresen részt veszünk, akkor azért az nekünk is óriási élmény, lelki élmény, vagy egy jótékonysági koncert úgy szintén, ahol tudjuk, hogy tudunk segíteni másoknak azzal, hogy mi énekelünk. És ilyenkor tényleg azt látom, hogy mindenki szívét, lelkét beleteszi, és tudja, hogy mire megy ez a jótékonyság, és ez egy nagyon nagy élmény, hogy fel is készülünk, és adunk, és ugyanakkor mi legalább annyit kapunk. Igen, hát a taps, a csend, a könny, a mosoly, az mind-mind megerősítés, mondom én. És nincs kétségem felül, hogy így lesz az október 7-én is, délután a Prohászka templomban egy jótékonysági koncert vendégei lesznek. Igen, valóban, ez egy... 10 évvel ezelőtt énekeltünk, 2013-ban, akkor indította a Prohászka templom a jótékonysági koncertjeit, és mi voltunk az elsők, akiket felkért, és most 10 év után újra
És amik ugye jótékonysági koncertet mi nem szoktunk visszamondani, vagy nem elfogadni a meghívást, és tudjuk, hogy a Prohászka templomban nagyon nagy vendégszeretettel várnak minket mindig, a Tóth Tamás atya nagyon boldog, amikor mi megyünk, és hát tényleg látni a közönségnek az örömét, hallani a tapsot, az nekünk nagyon nagy dolog. És akkor én azt mondom, hogy az október csodája, meg kell, hogy valljam nekem Jasnagóra, a Fényes Hegy Csesztóva, tehát a szívügyem mindenféle értelemben, aki valamelyest is hídben élt valaha, az nem mulaszthatja el, hogy ellátogasson Lengyelországba, és most pedig ott lesz egy olyan kórusverseny, ami azt hiszem, hogy a méltóságot ad önmagában már a meghívás is, és nyilvánvaló, hogy erre úgy kell készülni, hogy ez egy, ahogy a nevében is ott szerepel, kórusverseny. Hogy készültök erre? Ez a meghívás, ez mindannyiunk számára egy isteni ajándék, és tényleg mondhatom így, hiszen már augusztusban elkezdtünk arról beszélgetni, hogy milyen jó lenne egy versenyre elmenni, de hová menjünk? Hol lenne megfelelő lehetőség megmérettetni magunkat, vagy elmenni egy minősítő hangversenyre, hogy tényleg hol, ki lenne az a nemzetközi zsűri, aki nekünk segít, és itt most tényleg komolyan mondom, hogy nyilván szeretnénk nagyon jó eredményt elérni, de azért, amikor a zsűri egyesével elmondja, hogy ő mit tart jónak, mi az, amiben fejlődnünk kell, nekünk tényleg ez a legjobb. És augusztus közepén egyszer csak egy e-mailt találtam, hogy minket beválogattak erre a lengyelországi csesztohovai kórusversenyre, nemzetközi kórusverseny, nemzetközi zsűrivel, nagyon-nagyon megszabva, hogy mit szabad, és mit lehet, és hány percet, és hány művet énekelni. És amikor megírtam a kórusnak, akkor mindenki nagyon boldog volt. A kórus táborunkat már így készítettük elő, hogy ezeket a kórusműveket kezdtük el tanulni, mert bizony jó pár művet meg kell tanulni. És fajsúlyos műveket, gondolom. Így van. Tehát ide akármit nem lehet elvinni, tehát itt azért nagyon meg kell mutatni, tehát nagyon ki kell húzni szinte a végsőkig azt, hogy a kórus mit tud hangzásban, minőségben, és főleg az, hogy kortárs művekben. Pont azon a napon, amikor a verseny lesz, október 21-én lesz 45 éve, hogy II. János Pál pápát pápává választották, és ez ennek a jelében lesz ez az egész kórusverseny, és énekelni kell egy olyan kórusművet is, ami II. János pápával kapcsolatos. Hát azért ez komoly fejtörést okozott. Ráadásul a Szent Atya a kórusmuzsika nagy barátja volt. Így van. Tehát, hogy... És akkor, amikor én a kórus vezetőségével beszéltem erről a kórusversenyről, akkor azt mondtam, hogy nem csak vegyes karban fogunk elindulni, hanem megmutatjuk a női karunkat is külön, és a férfi karunkat is külön, hiszen már több kórus hangversenyen is énekeltünk külön-külön, mert én szeretném, hogy külön is fejlődjenek. Így aztán belevágtunk egy, hát szinte lehetetlen dologba, 3 kategóriában fogunk elindulni. És ehhez kellett azokat a magas minőségű kórusműveket megtalálni, ráadásul ugye azért én szerettem volna magyart is ebbe belecsempészni, úgyhogy nagyon nagy munka következett, mert még azt is elhatároztuk, hogy ezt az teljes műsort kívülről fogjuk énekelni, kotta nélkül. Ugye, ami azt jelenti, hogy én általában kotta nélkül vezénylek, most is, de nekik is kotta nélkül kell. Ez nagy kihívás. Nagyon nagy kihívás, mindenki tanulja. Nem egyformán tanuljuk a műveket kívülről, van, akinek könnyebben megy, van, akinek nehezebben megy. De van, hogy összejönnek egy kávé mellett a lányok, vagy a fiúk, és akkor úgy gyakorolnak. És ezzel is, tehát én azt látom, hogy annyira segítik egymást, van, aki itt tud belépni, van, aki ott, és akkor így egymásnak tudnak segíteni, hogy ezek a kórusművek tényleg gyönyörűen megszólaljanak, és nagyon-nagyon különleges kórusművek lesznek, tehát tényleg magyarországi, meg lengyelországi ősbemutatók lesznek ezekből. Várom már. Igen. De mi is várjuk, és kérjük majd szépen az izgalmat, az izgulást értünk, hogy jól teljesítsünk. Ugyanakkor, hát november 1-én már itthon lesztek természetesen, hiszen halottak napja, azt hiszem, hogy meg kell a megemlékezés a Béla úti temetőben, az mindig a tiétek,
és ennek méltóságot ad az a gondolatsor, amelynek mentén te összeállítod a programot. Így van. Ez ökumenikus megemlékezés, és a múlt héten találkoztunk a lelkész urakkal és a plébános atyákkal, és mindig van egy mottója minden évben a november 1-i ökumenikus megemlékezésnek, és amikor az atyák, a lelkipásztorok, a lelkész atyák kitalálják azt, hogy mi legyen a mottója, én akkor kezdem összeválogatni a kórusműveket, és most például találtam egy olyan gyönyörű Totus Tuus erre, ami meg fogod szólalni, tehát egészen a tiéd, kié, Máriáé, Jézusé, az életé, tehát hogy pontosan odavaló lesz, és nekünk ez például egy nagyon komoly szolgálat, hogy az ott összegyűlő népnek, akik a fájdalmukat viszik a temetőbe, és a megemlékezésüket, hogy mi valamiféle zenei vigaszt tudjunk nyújtani. Arról nem beszélve, hogy ez az életről is szól egy ilyen találkozó. Mindenképpen, hiszen mi ott vagyunk, tehát jönnek az elhunytakhoz, megemlékeznek róluk, de vezetik az unokájukat. És az unokájukkal mennek ki a temetőből. És hát ugye minden szentek halottak napja, ugye a reformátusoknál is ez egy külön ünnep, tehát ez is nagyon fontos. És amit már én sokszor hangsúlyoztam, hogy nekünk az ökumenizmus az egy életterünk. No, november 4-e. Ez egy fontos pillanat. Nemrégiben kaptam egy levelet, és már azóta volt egy sajtótájékoztató, beszámoltunk erről, Herbály Pétertől, aki országjáró körútra szervezte be Szekeres Tamást, aki negyed századot töltött az Omega zenekarban, mint gitáros és zeneszerző. Egy fantasztikus személyiség, egyébként bejárta a világot, valamennyi kontinensen jelent meg lemeze, és most úgy döntöttek, hogy országjáró körútjuk során Székesfehérváron is fellépnek. Egy kicsit visszatekintve, Szekeres Tamás 25 év az Omegában ez lesz, és ráadásul ők egy különleges helyszínt terveznek, hiszen nem egy koncertteremben lesz, illetve koncertteremben lesz, de az egyház zenét is hozzáfűzik, hozzáteszik, és a titeket ért, mármint a Vox Mirabilis Kamarakórust, az a megtiszteltetés, hogy erre a koncerten november 4-én a Szent István Művelődési Házban ott legyetek. Hogy jött ez a meghívás, mit gondoltál először? Nagyon érdekes volt, nem is akartam elhinni, hogy valóban ez a telefon nekem szól. Igaz, a közönségünk már megtapasztalta, hogy igyekszünk azért mindenféle műfajban ott lenni, az egyház zene, a világi zene, az operett, a sanzon, az opera, de hát még azért az úgynevezett könnyű vagy könnyedebb műfajban még nem volt szerencsénk kipróbálni magunkat, és amikor Herbály Péter felhívott, akkor ő is egy picit félve kérdezte, én is egy picit félve válaszoltam, mert ő biztos volt benne, hogy minket akarnak hívni, én viszont egy kicsit vaciláltam, hogy valóban tudjuk-e mi hozni azt a formát, amit Szekeres Tamás szeretne, de megnyugtattak, hogy mindenképpen. Ez is egy különleges alkalom, hiszen november 4-e ugye az nem egy vidám ünnep. Mégis az Omega azokkal a szövegeivel, ami a lélekig hat, és azokkal a igazán szépen megfogalmazott, komoly életérzésekről szóló dalaival fog jelen lenni Szekeres Tamás, Herbály Péter és mi, ezen a koncerten, ahol én úgy gondolom, hogy a megfelelő szövegekkel, dallamokkal, bevezetőkkel, beszédekkel, esetleg fényjátékkal, közjátékokkal, gitáros közjátékokkal, akár még erre a november 4-i ünnepre is, ha szabad ezt így mondani, tudunk készülni. Nagyon különleges és nagyon érdekes. Igen, mert ez egy klasszikus. Tetszik, nem tetszik számunkra. Nem csak a negyedszázadokán, hanem én azt mondom, hogy az akkori könnyű zene, kezdve a Bergendivel, beleértve a Metrót, az Omegát, majd később az LGT-t, bizony ez a klasszikusokhoz tartozik, és nagyon jó, hogy ez a világhírű zenész ebbe a koncertkörútba a Székesfehérvárt is bevonta, tehát ez így kerek.
Így van, arról nem is beszélve, hogy a 30 éves kórustársaink is ismerik az Omega műveket, a dalokat, és ez milyen nagy dolog, nem csak mi, a 60 évesek, hanem a 30 évesek. Így van. Mint ahogy november 11-én hagyományosan a Szent István Műveldési Házban kórus találkozó. Erről folyamatosan beszámolunk évtizedek óta immáron. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon kerek történet. Így van, az Alba Régia Vegyeskar szervezi ezt a kórus találkozót, és minden évben meghívást kapunk, és nagyon örülünk, hogy a Kneifel Imre karnagy úr és az Alba Régia Vegyeskar mindig meghív minket, és a fehérvári, valamint a környékbeli kórusokat, és olyan jó egymást meghallgatni, hogy ki milyen új művet hozott, vagy ki éppen milyen állapotban van, vagy mit tud csinálni, találkozni egymással, beszélgetni, úgyhogy nagyon várjuk mindig minden évben ezt a kórus találkozót. Igen, fontos mégpedig azért, mert itt azért több csapat is fellép, és ilyenkor azért a kívülállók és nem csak a zeneszeretők is látják, hogy a kórus muzsika is rendben van Fehérvár művészeti életében. Egyébként csak egy mellékkérdés, van kapcsolat a kórusok között mostanság? Van. Méghozzá nagyszerű kapcsolat van a kórusok között, ugyanis az Alba Régia Szimfonikus Zenekar koncertjein többnyire kettő vagy három kórus énekel egyszerre. És azért ez nagyon nagy dolog, mert most például, ami nyáron a koronázási misét énekeltük, mi voltunk a bázis kórus, de az Ars Musica kórus kapcsolódott hozzánk. Most például november 4-én szintén az Alba Régia Vegyeskar és a Primavera Vegyeskar fog énekelni a zenekarral együtt. Mi előtte az Omegát csináljuk, mi ezt most nem tudtuk elvállalni, de abban például ők lesznek. És ez is, ezek a kapcsolatok fenn vannak, fent tartatódnak a zenekar által is, meg a kórus találkozó által is, ez mindenkinek nagyszerű. Igen, és ebben van valami némi inspiráció is. Hiszen... Hogyne, hát azért nyilván mindenki készül egy kicsit, hogy megmutassa, hogy ő most éppen mit tud, de ez a jó értelembe vett versenyszelleme szerintem szükséges, hiszen ebben élünk nap, mint nap, de az, hogy tudunk örülni a másik kórusnak, az meg különösen is jó. És ez fontos, én azt hiszem. És mélységesen emberi természetesen. Igen. És november 12-ével zárul a november számotokra, ortodox koncert a Nagy Boldogasszony Ortodox Székesegyházban Budapesten, ami megint egy olyan program, ami azt hiszem, hogy méltóságot ad egyrészt a felkészülésnek, maga a koncert is az, hiszen ez egy különleges alkalom. Így van. Azért is kicsit sok most ez az október meg a november, mert szinte mindegyik koncertre más műfajjal kell készülni. És ez nagyon más. Nagyon más. Az Omega is más, a kórusverseny is más, és az ortodox kórusirodalom az meg aztán pláne. És amikor a Hilarion Metropolitától érkezett ez a meghívás, akinél Moszkvában jártunk néhány évvel ezelőtt, ő most Budapesten van, akkor hát nagyon megörültünk, mert ugye mi énekeljük az ő kórusműveit is, és ő alakított már itt Budapesten egy ortodox kis ének együttest, és ők hívtak meg most minket azzal a céllal, hogy egymástól is tanuljunk, hiszen ők oroszok, tudják, hogy hogyan kell, mi meg nagyon igyekszünk ezt megtanulni tőlük, és közösen is fogunk énekelni, és ez egy nagyon nagy élmény lesz szerintem. Igen, az égigérő történet, az emlények története, hiszen Eszter szárnyalt a nyáron, igen. Most rajtatok a sor, én azt hiszem, és ebben mi még eddig soha nem csalódtunk. Mit kívánjak ehhez a fantasztikus programsorozathoz? Én azt gondolom, hogy szeretnénk mindenhol a Vox Mirabilist nyújtani, ami egyben a célunk, a nevünk, a csodálatos hang. Legyen így. Köszönöm szépen. Bizonyos vagyok benne, hogy nem fogunk csalódni. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, a Vox Mirabilis kamarakórus következő néhány hónapjáról beszéltünk, hiszen fantasztikus koncertek várnak ránk itt Székesfehérváron és szerte Magyarországon, sőt, ahogy hallhatták, Csesztóvába is ellátogatnak. Én azt gondolom, hogy érdemes lesz majd figyelni a tudósításainkat, illetve személyesen is részt venni ezeken a koncerteken. Ha tehetik, tegyék meg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.